Többen is a dohányzásra kijelölt helyen töltik a rövid szüneteket munkaidőben. A munkavállalók 9%-a csatlakozik a cigaretta szünetekhez annak ellenére, hogy nem szereti a füstöt. Ez az egyik olyan céges tevékenység, amelynek hatására csoportok alakulhatnak ki. Sokan vesznek részt olyan rituálékon, amelyek valójában egyáltalán nem is érdeklik őket, csak azért, hogy beilleszkedjenek egy csoportba. A dolgozók 46%-a csatlakozik rendszeresen a kollégákhoz közös kávézásra. A munkahelyi csoportok kialakulása egy kisebb vállalkozásnál is természetes folyamat. Akkor válhat ez problémává, hogyha mondjuk ezekből a kisebb csoportokból van egy-egy egyén, aki teljesen perifériára szorul, aki nem tud csatlakozni sehogy sem valamelyik csoporthoz, vagy pedig valami miatt ugye a csoport kiveti magából. Tehát ahol már azért 5-6 ember dolgozik együtt, ott már alakulnak kisebb-nagyobb klikkesedések, és azt gondolom, hogy aki mondjuk nem tud valahogy csatlakozni egy ilyen csoporthoz, első körben érdemes lehet megpróbálkozni azzal, hogy minél többet beszélget, minél inkább érdeklődik a többiek iránt, azt általában a munkatársak szokták értékelni, hogyha kíváncsiak vagyunk rájuk. Összeférhetetlenség esetén azonban meg kell próbálni mégiscsak egy-egy csoporton kívül maradni. Ha a helyzet elviselhetetlenné válik, a szakember tanácsa mindenképpen a munkahelyváltás. Hogyha nincs lehetőségem arra, hogy kilépjek ebből a helyzetből, és nincs lehetőségem arra, hogy szembenézzek ezzel a helyzettel, ez a tipikus Selye János stressz reakciójának a megjelenítése, hogyha ér egy stressz, akkor vagy harcolok, vagy elmenekülök, de hogyha nem tudom egyiket sem megtenni, akkor egy idő után a szervezet kimerül ebbe. És ilyenkor jelentkezik azt, hogy mondjuk nagyon gyakran táppénzre kerül az adott illető, nagyon sokszor mindenféle kifogásokkal megpróbál távol maradni a munkahelyéről, vagy pedig akár egyéb komolyabb megbetegedések is sokszor megjelenhetnek. Az egész nap tartó folyamatos stressz ugyanis az egyik leggyakoribb oka a krónikus betegségek kialakulásának.